20. fejezet. Az engő kulcs. Míg a nap lassan leereszkedett a láthatáron, a gyerekek koromtól maszatosan kiszaladtak az élet házából, és egy teljesen szabályos négyszög alakú víztükör fölé rohantak. A medence közepén a szerelem istennőjének, Hathornak a félig tehén, félig asszony istennőnök a szobra állt. Csak akkor álltak meg lihegve, amikor a medence mellé értek. Biztos vagy benne, hogy itt van? Kérdezte Jason Rickert. Vagy biztos, a napsugár pontosan ide világított. Réklegú volt és kutatni kezdett a fűben a medence oldalánál. Itt van, né, megvan, kiáltotta, és kezével ásni kezdett, ott, ahol legpuhább volt a talaj. Maruk és Jézre letérdeltek mellé, hogy segítsenek. A fű nagy földlabdákkal együtt csomagban fordult ki a földből. Egy homorú kőrácsot találtak a földréteg alatt, 8 rovát kolt kőbalóval. Mintha csak egy csatornafedő vagy vízvezető lett volna. Ez a fényküszöb, kiáltotta Rick. Fogott egy kavicsot és beledobta a lyukba. A kő valami fénytárnak ütközött, visszapattant róla, vagy egy kemény felületnek csapodott és még hármat koppant. Egy lépcső lehet oda lent, vette Jason, és lehajolt, hogy beengedjen egy kis fényt a sötétükbe. Ekkor Maruk felállt és körbenézett. Egy apró, elhagyott oázisban álltak. Senki nem járt erre, talán már túl közel volt az elhagyott folyosókhoz. Tényleg mindenki szem előtt ott volt, mondta Rick. Ki tudja, hányan jöttek már ide beszélgetni, és észre sem vették a nyílást, vagy ha igen, azt hitték egy egyszerű lefolyó. A rács alatt egy szűk folyosó vezetett lefelé, amelyen épp hogy elfért egy ember. Jason megragadta az egyik kőrudat, és rángatni kezdte. Az egész rács furcsán csörömpölni kezdett, de nem mozdult. Beszorulhatott, nyerte, és újra próbálkozott. Ki tudja, mióta nem nyitották ki. A negyedik próbálkozás után feladta, és hátravetette magát a fűben. Szerintem inkább be van zárva, mondta Rick. Hallottátok ezt az ajt? Kérdezte Maruk. A dal az engő kulcsot említ. Miközben megpróbálták kitalálni, mi okozhatta a csörömpölést, Rick észrevette, hogy a kőpallók alatt furcsa részkorongok lógnak lefelé. Bedugta a kezét a pallók között, és megmozdította az egyik korongot. Csörömpölő hangot adott ki. Nincs zár, nincs semmi, csak ez a furcsa csengőzőség, állapította meg. Letette a lámpást, és hasra feküdt a rácson, hogy még egyszer megvizsgálja. A korongok a kőpallókról lógtak egy-egy bronzhúzalon, és balra meg jobbra lehetett őket mozgatni. Ha elmozdították őket, megváltozott a hangjuk. Mi a csoda akar ez lenni? Kérdezte Jason, a fejbúbját akargatta földes kezével. Maruk mondani akart valamit, de inkább beharapta az alsó ajkát és nem szólt. Rick újra végig tolományozta a csengőket. Mindegyik mozdítható volt, bármint ha összelettek volna kötve egymással. Megszámolta őket, 16 korong volt, minden rúdon 2. Ez nekem magas, sojtotta. Fogalmam sincs, mit kéne csinálni ezekkel. Talán lehet, hogy egy óriási szisztrón, kockáztatta meg bizonytalanul Maruk, miután bátorságot gyűjtött. Ez volt az első alkalom, hogy a barátait elbizonytalanul látta egy olyan rejtvény előtt, ami számára egyszerűnek tűnt. Mi? Kérdezte Jason. Egy szisztrón, egy hangszer, ismételte meg a lány, és Hathor istennő szobrára mutatott. A zene istennője egy szisztrát tartott a kezében, és mivel a fiúk nem válaszoltak, így folytatta. Egy ütős hangszer, amit többféle módon lehet alakítani, attól függően, hogy milyen dalt kísér. És te tudod, hogyan működik? Kérdezte Jason. Egy kicsit le vagyok maradva a zene órákkal, de ez nem nehéz. Maruk odaépett a rácshoz, és ellenőrizte a korongok állását. Melyik dalhoz állítsam? A két szerelmes ballájához, válaszolták kórusban a fiúk. Maruk legugolt a nyílás fölé, és tologatni kezdte a korongokat a lükkőpallókon, míg végül meg nem kapta a megfelelő hangot. Kész, mondta és felállt. Kész? Micsoda? Kérdezte Jason. Hiszen nem történt semmi. Talán már nem is kell történnie semmi különösnek, mondta Rick. Lehajolt, megragadta a rácsot és húzni kezdte. Megint hallották a csörömpölést, de a rács nem engedett. Rick már épp felállni készült, amikor a fedő minta pár centim nem mozdult volna, és lassan felemelkedett. A vöröshajú fiú kibillent az egyensúlyából, és majdnem hanyatt esett, de Jason elkapta, és segített neki a földre tenni a rácsot, közvetlenül a lyuk mellé. Aztán felfordították. És akkor végre megértették, hogyan is működik a szerkezet. A korongokat kis súlyokkal és kötelekkel kötötték össze.
A helyes sorrendben rendezték őket, a kötélrendszer felengedett egy vastagabb kötelet, ami különben alulról a falhoz rögzítette a rácsot. Nagyon okos szerkezet, állapította meg Rick, elbűvölve vizsgálgatva a köteleket. Jason felkapta az olajlámpást, és a folyosó bejáratához lépett. A szíve őrülten kalapált. Úgy kell annak, aki nem hitt nekünk. Menjünk, kiáltotta, és rálépett a sziklába vájt keskeny csiga lépcső első fokára. Ekkor azonban az egyiptomi lánya vállára tette a kezét. Megfordult. Nagy voltál, mondta a lány. Jason remosolygott. Te voltál nagy a szisztrával. Hát igazából mind nagyok voltunk, felelte a lány, és másik kezét Rick vállára tette. Csak a szerencsém múlott, legyintett Rick. Igen, a szerencsén, bolyant a Jason, és a magasba emelte a lámpát. A 10-es számú nagy arkánom. Ez azt jelenti, hogy ő is benne volt a játékban, tette hozzá Maruk. Elindultak lefelé. A lépcső meredek volt és bizonytalan. Épp hogy a sarkuk elfért a lépcsőfokokon, amelyeknek ráadásul a magassága is folyton változott. Minden lépésüket egy kisebb puffanás kísért tehát. Erről nem szólt az ének, mérgelődött legelő a Jason az olajlámpással a kezében, melynek fénye úgy villódzott, mint egy viharba került hajóé. Dohos füllet szagolt az elent. A lámpa lángja megperzselte a falakról lógó vastag, függönyszerű pukhálókat. Apró állatok neszezését hallották lentről, akik megrémülve a betolakodóktól gyorsan fedezéket kerestek a sötétben. Sok-sok évvel eltelhetett azóta, hogy valaki utoljára betette a lábát ide. Megjöttünk, mondta Jason, amikor nem találta a következő lépcsőfokot a lába alatt. Beértünk. Felemelte a pókhálókkal borított lámpát, és végre körbevilágított a sehol sincs szobában. Julia az ablaknál maradt, amikor látta, hogy Nestor a földre zuhan, nem habozott. Kirohant a szalomból, le a lépcsőn, majd ki az oszlopcsarnok üvegajtaján át a kertbe, egyenesen Manfred kocsijához. Valahogy el kell terelni a férfi figyelmét, egyetlen dolog jutott az eszébe. Beszállt, lekapcsolta az üvöltő zenét, majd kimászott a kocsiból, és elbújt a sárhányó mögé. Hé, kiáltotta Manfred az zuhogó esőben. Csak nem előbújt a kis cica a vackából. Ne, Julia, üvöltötte Nestor a földről. Menj be, csukd be az ajtót, és ne engedd be. A villargó ajta nyitva volt, alig pár lépésnél a Julia háta mögött, de ő nem mozdult a kocsi mögül. Csukd be az ajtót, üvöltötte Nestor másodszor is. Ekkor Manfred hirtelen futásnak eredt az ajtó felé, hogy bejusson a házba. Julia mozdulatlanul várt, míg az esőkabátos férfi a kocsi mellé ért. Amikor az alakja eltűnt, feltűnt a sárhányon mellett, a kislány kiugrott az autó mögül, és elgáncsolta. Manfred a földön találta magát, anélkül, hogy értette volna, mi is történt pontosan, hiszen az előbb még a ház felé rohant. A következő pillanatban pedig már a földön feküdt. Mikor kinyitotta a szemét, egy pocsolyát látott maga előtt, melynek közepén, mint egy kis hajóroncs, ott feküdt a kulcs, amit a kertész íróasztalából lopott el, és ami kiesett a kabátja zsebéből. Ekkor Julia kiugrott a rejtek helyéről, lehajolt és felkapta a kulcsot a földről, majd megfordult, hogy visszaszaladjon a házba. Ám közte és a nyitott ajtó között ott feküdt Olivia Newton sofőrje. A világított arany fénycsúvája végigfutott a kerten. Julia, kiáltotta Nestor az esőben. Menj onnan, fuss! Nem kellett kétszer mondania, Julia megfordult és rohanni kezdett az uhogó esőben. Hallotta, hogy Manfred feláll és káromkodik. A kislány futott, hátra sem nézve egészen a tengerpartig. Elért a sziklaszír célére, ahol a lépcsősor kezdődött. Oda, ahol Jason előző nap a mélybe zuhant. Ott megfordult és hunyorgott egy darabig, hogy ki tudja venni Manfred alakját az esőben, majd a fele fölé emelte a kulcsot. Ha kell, gyere ide és vedd el, kiabálta. Gyere és vedd el, ha mered. A szél belekapott a hajába. A kertben a férfi először a villargó nyitott ajtajára, majd a lányra nézett. Úgy nézett ki, mint egy esőkavadra csavart hatalmas mamut. Ne, Julia, menj onnan! Nestor is felállt. Manfred habozott egy pillanatig, majd döntött. Elindult Julia felé. Add ide a kulcsot! Julia elmosolyodott, pedig a szíve majd kigrott a melkasából figyelmében. De ő diktálta a szabályokat. Add ide a kulcsot, te vakarcs! Mondta másodszor is Manfred egy mennydörgés közepette. A fénycsóval megint fordult. A közelebbi ezt bedobom a tengerbe. Manfred megállt, mint egy három lépésre tőle. Az esőkabátja lobogott a szélben. Vigyázz, mit csinálsz, kislány, fenyegetőzött a férfi. Vigyázz te,
Vágott vissza Julia, és megbillegtette a kulcsot az ujja hegyén. Mert véletlen lett vele mejteni. Julia, kiabálta Nestor Manfred háta mögül. Szólt a nagyapád kislány, sivítette Nestor. Miért nem válaszolsz? Mert épp beszédde van egy nagy esőkövetos disznóval, jelentette Julia. A szóban forgó disznó előre vetette magát. Egy szempillantás alatt eltűnt a három lépés távolság kettőjük közül. A lány azonban nem várta meg, hogy odaérjen. Végtére is nem hiába volt egy Julia Covenant, a művészi tornabajnok, a sprintverseny győztese és az iskolai röplabda csapat legjobb játékosa. Egyetlen ugrással oldalra vetette magát, és elhajtotta a kulcsot a szikraszigeten túlra. Egy hatalmas vizes tömeg súrolta az arcát. A világító torony fénycsúvája fordult egyet. Manfred eltűnt a mélyben.